Ez a grafikon a termékenységi arányszámokat mutatja az elmúlt évtizedben. A termékenységi arányszám azt jelenti, hogy egy adott évben egy nőnek hány gyermeke születne. Mivel általában egy gyermek két ember, egy férfi és egy nő kapcsolatából születik, az lenne az ideális, ha a termékenységi arányszám kettő vagy annál magasabb szám lenne. Azaz két ember kapcsolatából kettő vagy annál több gyermek születne. Akkor gyarapodik egy közösség, egy nemzet. 2011-ben a termékenységi arányszám 1,24%-dal a mélyponton volt. Csaknem 10 év alatt a szám 1,55%-ra emelkedett. A szakember szerint a gyermekvállalási kedv biztató, de érdemes a további adatokat is vizsgálni. Eközben azonban a születésszám inkább stagnált, vagy csak minimálisan nőtt. Ennek az az oka, hogy lényegesen csökkent a gyermekvállalási korban lévő nőknek a száma ebben az időszakban. Ennek a csökkenésnek megint sok oka van. Egyfelől egy nagy létszámú generáció, 75 körül született úgynevezett ratkóunokák kiléptek a gyermekvállalási korból. Másfelől meg ugye egy erőteljes kivándorlás sújtja az országot, tehát rengeteg gyermekvállalási korban lévő hölgy vándorolt ki más nyugati országokban, ezzel csökkent a potenciális anyukáknak a száma. Így lehetséges az, hogy miközben az egyik mutató alapján lehet büszkélkedni, a másik mutató alapján meg kevésbé lehet büszkélkedni. Ez a táblázat azt mutatja, hogy hogyan változott az ország népessége az elmúlt 150 évben. Látszik, hogy legtöbben 1980-ban voltunk, több mint 10 millióan. Azóta folyamatos a csökkenés, amelyet családpolitikai ösztönzőkkel próbál megállítani a kormányzat. A teljes termékenységi mutató Európában egyébként sehol sem éri el a kettes reprodukciós szintet. Tehát, hogy még a cél nagyon messze van, és igazából olyan európai ország, ami a kettőt tartósan eléri, jelenleg gyakorlatilag már nincs. A szomszédaink közül van, aki kicsit jobban teljesít, mondjuk Csehország jobban teljesít, 1,7 fölött van, Románia 1,74. Körülbelül ezek azok a szintek, amelyek potenciálisan benne vannak a magyarországi termékenységben is. Tehát ez még növekedhet egy sikeres népesedés politika hatására, de valószínűleg olyan szinten nem fog növekedni, ami elég ahhoz, hogy a népesség generációról generációra újra termelje magát. A mindenkori népesedés politikai intézkedéseknek nagy társadalmi hatása van a gyermekvállalási kedvre. A növekvő jelzőszámok biztatóak a jövőre nézve.